Sok szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Bhakti Gosztámi Maharádzsot. Köszönöm, hogy ismét van velünk, és ismét válaszol majd a kérdésekre. Hare Krishna. No, ugye új évet kezdtünk, ezért most egy kicsit könnyedebb, de nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni. Hát, hogy könnyedebb vagy nem, ez majd menet közben kiderül. Miért is kaptuk mi ezt a testet? Erről fogunk ma beszélgetni. Hogyha önöknek is vannak kérdéseik, akkor ne felejtsék ezt megírni nekünk kommentben. Úgyhogy akkor szegezem is első kérdésemet Bhakti Pád Goszvámihoz. Mi alapján kap valaki ilyen vagy olyan testet? Egyáltalán mi a kapcsolatunk a testünkkel? Jó, köszönünk szépen. Üdvözlünk minden kedves barátunkat, akik itt vannak velünk, és új évben, lehet, hogy mondhatjuk, hogy boldog új évet, lehet, hogy adok egy kis rá hangot, ugye, mikrofonra. Így, mert nem tudom, kell még egy kicsit ráadni, hogy szóljatok, hogy erős a hangvibrációnk, és akkor... akkor hát a kapcsolat a testünkkel. Hát az egész ott kezdődik, hogy milyen kapcsolat a világgal, mert a test az a világnak egy része. Lényeg, amikor létre van hozva a világ, azért van létrehozva a világ, mert a lelkeknek vannak vágyak, teljesíteni vágyakat, és ezért ezeket a vágyokat ahhoz, hogy teljesítsünk, ehhez kell ebben a világban teljesíteni, de viszont hogyan lehet ezt teljesíteni, ezeket a vágyokat? Hát a test keresztül. És amilyen vágyaink vannak, olyan testet kapunk. Valakinek a tudat, a vágyai eléggé magas unkszintűek, nyitott tudatnak való, akkor mondhatjuk így, akkor a lélek kaphatja testet, emberi testet, ami legkevésbé korlátozott élvezethez tud vezetni, és amikor valakinek nagyon aljas és primitív vágyok vannak, ahhoz nem kell emberi test, akkor kaphatja alacsonyabb rendű testeket, hogy alacsonyabb rendű vágyokat teljesítsen. Szóval akkor ez az egyik szemszög, akkor a vágyok teljesítésére kapunk a testet. A másik szemszög, hogy milyen érdemeljük milyen testet, meg ez is belejátszik. Ugyanúgy, hogy mi tudjuk látni, embereknek is van többféle vágy, de meg van adva, hogy milyen vágyakat tud teljesíteni, milyen vágyakat nem fog tudni teljesíteni ebben az életben, mert az érdem, vagy a karma törvény megadja azokat a korlátokat. Mert hiába voltak ilyen időszakok, amikor írták, hogy legyen ön is milliómos, mindenki legyen milliómos, de mindenki nem lehet milliómos. Mert vannak korlátok. Csak bizonyos személyek lehetnek milliómosok, akinek benne van ez az életében. Ugyanúgy a testünk is olyan testet kapunk, amit megteremtettük magunknak. Mert gyakorlatilag, ahogy most élünk, mi már most teremtjünk új testet. Most alakul át, vagy alakul ki új forma, hogy fogunk kinézni. Lépésről lépésre, napról napra, mint Srimad Bhagavatamban van egy jó példa, hogy a hernyő, ő amikor átmászik egyik
levélről másikra, vagy egyik ágról másikra, akkor az elejét megemeli, és rárakja, és már ott van az a következő a ágon, vagy a levelén, de a marad test részei még a régén van. Ugyanúgy, mikor mi cselekszünk most, akkor teremtjük a következő testet, és már egy rész már ott van. Már meg van teremtve. Így kapunk a testet, ugyanúgy, mikor a mostani test, mikor már teljesen átmásztunk erre, és akkor itt teljesen itt vagyunk ebbe a testben, lehet, hogy kicsit bonyolult volt a válasz, akkor még egy kicsit összerakjuk még egyszer, akkor a testet kapunk ahhoz, hogy teljesíteni tudjunk a vágyainkat, de ugyanakkor olyan testet is kapunk, amire megérdemeltünk. És csak azokat a vágyokat fogunk teljesíteni, ami most megérdemeltünk erre az életre. Mert sok vágyunk lehet, de amit érdemeljünk, azt kapunk. Így mit gondolsz róla? Köszönöm szépen, ez nagyon jó válasz volt. Talán esetleg annyit még érdemes lehet tisztázni, hogy ugye mi ezt a testet kapjuk, és mi nem ez a test vagyunk, ha jól gondolom. Tökéletesen jó gondolat, mi lelkek vagyunk. De, és egyáltalán nincsen kapcsolat. A léleknek eredetileg nincsen kapcsolat anyaggal. De amikor lélek szeretne teljesíteni purusá, prakritisztó hi, amikor valaki gondolja, hogy én ezt a világot fogok uralkodni, élvezni, és minden tervezni magamnak ebben a világban, hogy teljesítsem a vágyokat, akkor erre kapok testet, ami nem vagyok én. Nem pont ez arról is szól, hogy amikor látjunk, hogy valaki meghalt, ez nem a szeméről van szó, vagy csak a testről. Szóval mivel az a személy nem az a test, aki eltávozott, ezért semmi kapcsolat már nincs a testtel. Hát, mint a ruha, mikor valaki ott hagyta, fogasson a ruháját, és már nem fog többet használni, akkor semmi kapcsolata már nincsen. Már az a személy, az már nincs benne, aki ezt a testet, ezt a ruhát használta. Szóval nem vagyunk mi, ez a ruha, ez a test. Köszönöm szépen. Föl szokott vetődni kérdésként, hogy a lélek, mint egyfajta legelemibb énünk, az rendelkezik-e már eleve nemmel? Tehát, hogy férfi-e vagy nő-e, van-e ilyen tulajdonsága a léleknek, a testtől függetlenül? Persze. Megvan, hát tudod, mint mikor valaki elveszi magát, és amnéziát kap, mondjuk valaki dzsungelbe leesett, mint a Tarzan időbe valaki, és traumát kap, és amnéziát, és nem tudja magáról, ő kicsoda, ő micsoda. Attól meg megvan neki az eredeti család, mondjuk ő egy férj, egy családban az apuka, van pár gyereke, és akkor úgy, mikor megtudja, hogy ő hova valósít, kihez tartozik, mi a természete, mi a tevékenysége, akkor megtalálja saját magát, és boldog lesz. Ugyanúgy nekünk, mint lélekek, lelkeknek van saját helyzetünk, szóval minden léleknek megvan a saját eredeti örök helyzete. És megvan, hogy akkor ő milyen nem. Férfi nem, vagy nő nem. Viszont, amikor ebbe a világba kerül, akkor itt is vágyak teljesülnek. Valamikor valaki akarja férfi nembe lenni, vagy férfi testbe, akkor férfi testet kap.
utána kezd viselkedni, mint egy nő, akkor, mert vágyik egy ilyenre, akkor következő test női lesz. Aztán tudod, van olyan, amikor így nem tudtam eldönteni. Régen, lehet, hogy most is születnek, tudod, ilyen, hogy mondják, a hermafroditák, ugye? Ja, és akkor van, amikor így kettős volt, ilyen akarta lenni, meg ilyen, akkor egy ilyen testet is kap, hogy egyszerre. Lehet, hogy föntről így néz ki, alulról így, vagy fordítva, igen. De általában a lélek itt változtatja a nemeket születéseken keresztül. Most már látjuk, valakik vannak már olyan világ, ahol nem is akarnak megvárni, és akkor rögtön megváltoztatják a saját a nemeket. Ezzel nincs gond. A tudatállapoton múlik. Ugye, valaki most változtatja, de hogyha megvárja, akkor következő életben úgyis az lesz. Mert a test alakítása az a tudat, az érzelmek alapján, milyen hangulatban vagyok, ugye, szadátat báva, bávita. Ugye Bhagavad Gita is azt mondja, ha milyen hangulatban leszel, hogyha te egy női hangulatban vagy, akkor következő test, antakále csamameva, hogy amikor a vége van a test, antakál, mikor ennek a testnek vége lett, akkor végső pillanatban milyen bábába vagy, milyen hangulatba érzelmek, milyen uralkodnak, mint egy férfi vagy, akkor következő szaddátad bába. Akkor megkapod bába. A jövőben olyan testet. Hogyha női elmével rendelkezel halál pillanatban, női testet kapsz. Hogyha férfi elmével, érzelmekkel, hangulatával rendelkezel, akkor férfi testet kapsz. Hát a belélek ide jött mindent kipróbálni. Mindent tapasztalatot szerezni. Persze a végeredmény, hogy el fog tévedni, és kilátástalan szenvedésbe fog kerülni. Ennek ez az eredménye természetesen, mert az anyagi érzelmeknek mindig a végső eredménye, a következmény az a nagyon erős szenvedés, kilátástalanság. Ez fog eredményezni gyakorlatilag. Köszönöm szépen, már kezdünk is a könnyű témából egy keményebb téma fele haladni, ahogy ez várható volt. Igen. Na most ugye az, hogy valaki egy testben, amit ugye kapott, inkább egészséges, vagy hát mondjuk betegesebb természetű, ez minek tudható be? Nyilván részben egy kicsit az életmódunknak is, de van, amikor valakinél már a születésétől fogva látszik, hogy nem könnyű neki a sorsa. Most a beteges mire gondolsz, mint egy testbeteges, vagy elmebeteges, nem? Érdekes lehet. Hát egyik követi a másikat, és egyik befolyásolja a másikat. Tudod, ez a elme és a test, az ilyen oda-vissza működő dolog. Hát csak nézd meg, hogyha mondjuk egy ember nem tudja, hogy kell élni az életet, mondjuk most így ilyen egészségtelenül él, az elméje egészségtelen dolgokat csinál, akkor ez befolyásolja a testet, és egészségtelen lesz a test. De a testi ugyanakkor befolyásolja, például, hogyha mondjuk valakinek fáj a foga, mert nem jó táplálkozott az ember, ennek lett az eredménye egy fogfájás, de akkor az történni fog, mikor fáj a foga, akkor ez újra hatni fog az elmére, és ember nagyon lesz maga alatt. Ugye? Így, akkor, szóval így oda-vissza működik. És jó, ebből gondolom, hogy te mit szeretnél jobban tisztázni, amit most így válaszoltam. Igen, ugye ez részben érthető, hogy amikor már benne vagyunk egy életben, hogy akkor ott az, hogyan élünk, az kihatása lesz arra, hogy milyen lesz a mentális vagy a testi egészségünk. Na de hát van, amikor valaki már úgy születik.
Igen, a születés szintén, ez egy folytatás. Tudod, hogy beszéltünk, amikor kérdeztél, hogy kapunk a testet, hát a testet úgy kapunk, ahogy megérdemelünk, ugye, hogy vágyat teljesítsünk, de ugyanakkor úgy teljesítsünk, amit megérdemelünk. Hogyha egy olyan nem egy úriemberes életet éltem, és akkor fájdalmakat okoztam másoknak, akkor fogok kapni beteg testet, már így fogok születni, ez is egy gyümölcs, hibákat követtem, akkor testet fogok kapni, ami hibákkal fog rendelkezni, betegségekkel, és így tovább, szóval ez általában úgy történik. Köszönöm szépen. Közben, mielőtt tovább mennénk, föl szeretném hívni. Meg igen, bocsi, mert amikor kapunk, hát ez egy mint karma, ugye, amilyen testet kapunk, és ezért általában azt mondják, hogy a karma, ezek a következmények, ami pszichofizikai, amilyen én születek következő életbe, vagy most, mind a kettő az én pszichikai állapotom, például én negatív ember leszek inkább, ez a hangulatom, vagy pozitív hangulatom lesz, vagy csalódott mindenkibe leszek. Szóval mi már viszem egy alaplapon installálva szoftvert, ez a múlt élet, ez a pszicho, és a fizikai, hogy milyen lesz a testem, ez minden ugyanolyan beteges, vagy egészségesebb, vagy milyen a fogsoram lesz, milyen színű lesz a szemem. Ugye a szem, ez is karma, hogy néz ki, milyen nagy, milyen színű, hogy fogok látni ezzel a szemmel, akkor ez új lenyomatok, akkor mennyire görbe lesz a lábom, milyen szép vagy csúnya lesznek a fogaim. Ez a fizikum. Ez minden be van programozva, amikor én cselekedtem előző életükbe, én programoztam be a testet, és utána csak 3D-be ki kellett nyomtatni. Ugye 3D-s printer, mondjuk a méhe, ott ki van nyomtatva, mert fájlba már megvolt az én testem, és utána beval, amikor ki van nyomtatva, mint egy csecsemő, magzat, ami megnő, és utána be van programozva, hogy hogy kell kinőni a fájlból az én egész testemnek, hogy jól nézen ki, vagy csúnyán nézen ki, egészséges legyen, vagy beteg legyen. Szóval ez mind múlt élet. Köszönöm szépen. Na, amit az előbb is beszerettem volna harangozni, hogy azoknak, akik szeretnének jobban megismerkedni egy kicsit ezzel a filozófiával, amit Bhaktipád Goszvámi képvisel, és hát sok minden egyéb érdekes dologgal, azoknak ajánlhatjuk a Bhakta programot, ami ezúttal online megrendezésre kerül, és ha jól tudom, akkor a segítőnk Vaisnava Prabhu a kommentek közt majd a linket be fogja tenni, ahol erre lehet jelentkezni. Ugye ez egy több alkalmas, részletes képzés, amit régebben elsősorban csak Krisna völgybe lehetett megszerezni, és hát azt gondolom, hogy ez most egy különleges alkalom, hogy idézve be bárki bármilyen élethelyzetből belekortolhat egy kicsit ebbe a különleges és praktikus lelki képzésbe. Igen, és erre az e-mailre lehet jelentkezni. Jó, mert te nem látsz alul. Igen. Jó, közben kiírtam az e-mailt, jó? Oké. Okay. Köszönöm szépen. Most ugye szóba került már a 3D printer kapcsán az anyuka, és felvetődhet kérdésként, hogy mi a kapcsolatunk a szüleinkkel, mint lelkeknek? Hát, tudod, ez is egy ilyen
Annyira mindenki reménykedik, tudod, mikor valaki meghal, hogy úgy fogok még vele találkozni, és általában mindenki akarja oda találkozni, valaki, ahol nagyon egy szenvedést át kellett élni, akkor ott nem tudnak együtt találkozni, nem akarják együtt találkozni, de lehet, hogy ők fognak. Szóval, tudod, általában, hogy amikor mi születünk egy családban, és vannak szüleink, nagyszüleink, testvéreink, általában az úgy történik, hogy karma összehoztam, mert amilyen én, amikor elhagytam ezt a testet, meghaltam, akkor ahogy beszéltünk, akkor megvan, milyen tudatállapotban voltam. És utána én ki is léptem, és már finom szinten már megvan, hogy fogok kinézni. És azok a férfeleség, akik nemzenek gyereket, hasonló tudatállapotban vannak, akkor ők bevonzanak azt a lelket, aki hasonló tudatállapotban vannak, és akkor ők lesznek az anya meg az apja. Ezért valamikor sose volt találkozó, sose lesz utána. Aztán voltam, de aztán van variáció, lehet, csak tudod erre építeni, hogy mi biztos leszünk újra együtt, erre építeni nem hiszem, hogy jó. Mert lehet, hogy leszünk, aztán olyan is lehet, hogy ma én voltam a gyerek, de holnap az én apám lesz az én gyermekem. Akkor, vagy nagyapám lesz az én gyermekem. Az is lehet, hogy nagyapám lesz a macskám, vagy a kutyám, hogyha olyan életet élt, ragaszkodott a családhoz, de nem érdemelte meg emberi testet, akkor ő lesz, olyan ott fog ülni, abba a fotelbe és nézni a meccset, kutya vagy macska, ebből lehet látni, lehet, hogy nagyapa. Tudod, szóval így is lehet, férfeleség is tudnak folytatni, általában a jámbor élet kell, hogy legyen nagyon, hogyha folytassanak. Valamikor fordítva lesz, hogy aki volt feleség, az férj lesz, aki volt férj, az feleség lesz, és valamikor lehet pozitívan, lehet negatívan. Most volt az a férj, aki szívott a feleségét, következő életben fordítva lesz, akkor ő lesz a férj, és szivatja a feleséget, aki előző életben férj volt. Szóval attól, hogy újra találkoznak, attól még nem jelenti, hogy jó. És semmit nem én. No, oké, okay, csak képzeld el, lehet, hogy akkor most, ami szüleink voltak, a következő életben újra születünk ugyanazoknak a szüleiknél, és akkor ez nekünk mi? Miben jó? Érted? Semmi. Mert utána a következő életben már újra nem találkozunk. Még hogyha tízszer is találkozunk, akkor is megjön az a pont, amikor soha többé nem találkozok utána. Érted? Semmi ebben nincs sem értelme. Ezért kérdés ilyen aggasztó, hogy személyek nagyon sokan aggódnak, hogy így akarnának, hogy legyen, de ennek nincs is értelme, mert hogyha tavaly meg ebbe életbe együtt vagyunk, de valamikor már többet sose. Milyen a hang? Zajos. Néha így beremeg. Beremeg. Jó, akkor hát kérdezzük meg, hogy most jó-e? Levettem egy kicsit. Jó. Hare Krishna, Hare Krishna. Jó, lehet, mert túl, hogyha túlterhelésbe megy. Jó, oké. Okay. Írjátok, most szólták nekünk, hogy írtátok, hogy berezeg, vagy hogy hívják, ez nagyon jó, mindig, rögtön mondjátok mindig, ez nagyon jó, ez a ti segítségeteket, hogy mert hogyha túlterhelés, mert volt, mikor halkabban voltunk, akkor halk volt, erősek voltok, akkor most volt nagy szünet, újra installáltok ezt, amaz, most újra be kell lőni a dolgokat, jó, most lejjebb vettem a mikrofonnak az érzékelősét, és akkor írjátok, hogy most jó-e, elég-e erős, de nem torzít-e. Oké, okay, visszaadom.
Igen, köszönöm szépen. No, akkor ugye folytathatjuk azzal, ugye megbeszéltük már, hogy azt, hogy milyen születést kapunk, milyen testben, milyen egészséggel, milyen szépséggel, milyen jó látással, ez két dologtól függ, hogy milyen vágyaink voltak, és attól, hogy mit érdemlünk korábbi tetteink alapján. Ez alapján föltételezhetjük, hogyha valaki kicsit rafinált, akkor ő tervezheti már a jövőjét ennek megfelelően, hogy hát én szeretnék akkor nagyon egészséges és szerencsés lenni a következő életemben, akkor én lavírozhatok úgy ebben az életben, hogy ezt valóra váltsam? Meg lehet ezt csinálni? Hát mi ezt javasolunk, hogy ember legyen tudatos, hogyha lehet jó életet élni, akkor miért kell szenvedni? És másik, ami még fontosabb, hogy mivel mi nem vagyunk ez a test, lelkek vagyunk, és a tervezni, jobb helyzetbe születni ebbe a világba, az nem egy biztonságos helyzet. Mert van olyan filozófia, ezt a filozófiát úgy hívják, hogy karma mimamsa, hogy azt gondolják, ezek a karma mimamsa filozófiai követők, hogy hogyha én megtanulom ezeket a törvényeket, a karma törvényeket, és elkezdek minden így is megfelelően cselekedni, meg csinálni a dolgokat, akkor én mindig jó helyzetbe fogok születni, és mindig szép és jó lesz. Igen, van egy ilyen filozófia, és tényleg úgy néz ki, hogy na, megvan a megoldás. De nincs meg, hogyha így lett volna, akkor régóta így működött volna, de ez nem működik gyakorlatban, ez csak elméleti dolog. Gyakorlatban, mivel ember, amikor magára van hagyva ilyen filozófiával, a mohóságot nem tud kontrollálni, és mohóság miatt, a mohóság mindig nőni fog. És a mohóság kényszeríteni fog újra hibázni, és akkor megint, puff, egy rossz helyzetbe fog kerülni. Itt ez a probléma. Ezért miért? Mert ez nem megoldás. Ezért nem működik. Csak az, ami megoldás, csak az tud működni. A megoldás az, hogy mivel mi lelkek vagyunk, nekünk vissza kell szerezni lelki tudatállapotot, lelki érzelmeket, akkor mi mentesek leszünk a szenvedéstől és a többi más dolgoktól, mert akkor nem lesz karma. Mert léleknek nem jó karmát kell teremteni ebbe a világba, ami akkor is fog hibázni és fog rossz karmát teremteni, hanem ki kell lépni a karmából, a karma a körforgásából. Ez a lényeg. És ez a megoldás. És minden vallás is, vallásnak ez a célja is. Köszönöm szépen, ez izgalmasan hangzik, hogy kilépni a karma körforgásából. De akkor milyen helyzetben vagyunk, hogyha ebből kilépünk? Milyen helyzetben vagyunk? Jó helyzetben vagyunk. Lelki. Szóval, ahogy tudod, beszéltünk már, hogy ki, mikor kérdeztél, hogy akkor mi most milyen nemők vagyunk, de amikor nem tudom, hogy megvan, emlékszem, amikor mondtam, hogy van ez az amnézia, és valaki elfelejti, hogy honnan jöttem, ki vagyok, de viszont meg katasztrófa volt, és elfelejtette, de viszont neki van egy város, ahonnan jött, családja, munkahelye. Ez ugye volt egy összehasonlítás a mi lelki helyzetünkkel. Mert beszéltük, hogy megvan nekünk, hogy én ki vagyok lelki szinten. Nekem van lelki testem,
amiről elfeledtettem, hogy én férfi vagyok, vagy nő vagyok, fiatal vagyok, gyerek vagyok, de és mit csinálok. Szóval nekünk megvan saját kapcsolat. Egy, amit védikus írások magyaráznak, hogy mindenki Istennek a szolgája. És ez a szerep, ebbe kell gondolkodnunk, hogy mindenkinek megvan a saját szolgálat. Isten irányt örökké. És amikor valaki visszanyeri a lelki, mi az a lelki gyakorlat? A lelki gyakorlat gyakorlatilag azt szolgálja, ahogy én lépem ki a karma körforgásokból, úgy kezdek kimenni az amnéziából. És vissza tudok majd emlékezni, hogy ki vagyok én eredetileg, mi az otthonom, hogy visszatérjek az eredeti helyzetbe. És az már megvan mindennyiünknek, ez az örökké helyzetünk. Ahol mi boldogok vagyunk, mert ez a lényeg, hogy ott vagyunk boldogok, itt vagyunk boldogtalanok. Igen. Tehát ez véletlenül sem azt jelenti, mint hogy mondjuk elképzeljük, hogy ez az anyagi világ, ez olyan, mint egy foci meccs, és akkor ott játszanak az emberek a pályán, és aki kikerül a körforgásból, az leül a kispadra és unatkozik. Tehát nem erről van szó. Nem erről van szó. Nem, persze. Hanem arról van szó, amikor valaki börtönben van, és a börtönben korlátozott. És mikor kiszabadul a börtönben, na akkor kezdődik az élet. Szóval inkább a védák, a védikus írások ehhez hasonlítják anyagi világot. Itt tudod, egy kicsit fordítva, amit te mondtál, van egy fordítva elképzelés, hogy ebben a világban van igazi élet, és hogyha és ezen kívül valami, tudod, mikor, hogy mondja, a túlvilág, sokszor mondják a lelki világról, milyen unalmas tudat, ahogy én sokszor mindig mondom, ez a félreértés, mikor a anyagi elképzelés a lelki világról, hogy ha itt van változatosság, akkor az az anti-anyag, ahol unalmas minden, nem fordítva, képzeljétek el, hogy ez a világ unalmas. Itt van a karma, ez unalmas az egész. Újra születél, ugyanúgy beteg leszel, ugyanúgy öreg leszel, ugyanúgy meghalsz. Aki nem mondta meg, akkor az még kell többször ezt megszületni, megszenvedni, meghalni, mert rájön, ez az unalmas. De a lelki helyzetben, ami a eredeti helyzetünk, na ott nincsen unalmas, mert ott nincsen születés, nincsen öregedés, halál. Ott örök boldogság, szeretet kapcsolat van, és korlátlan. Itt minden korlátozva van. Korlátozva mennyit enni tudsz, korlátozva amennyit szeretni tudsz, igazából nem is tudsz, akkor szóval csak korlátozva vagyunk, mint a börtönbe. A börtönbe ember korlátozva van. Tehát ez az anyagi világ, ez léleknek a börtönje. Szóval lélek egy csodálatos, gyönyörű, szép, szeretetteli, vidám helyről került egy ilyen unalmas helyre, ahol csak szenvedés van. Remélem, hogy nem mélyezgetjük meg a nézőket. Nem, sőt. Nagyon érdekes ugye, hogy a túlvilágról, ennek a szónak a hallatásoknak még nem csak az jut eszébe, hogy unalmas, hanem kimondottan félelmetes. Tehát, mint hogyha az lenne egy árnyéka ennek az általunk ismert, és hát valamennyire még mindig szeretett anyagi világnak. Ugye itt még mindig reménykedik nagyon sok ember, hogy itt majd jobb lesz. Ugye szilveszterkor, meg új évkor is, hogy hát boldog új évet, mindig abban reménykedünk, hogy majd most jobb lesz. De mitől? Hát ez az. Hogyha ugyanúgy megyünk tovább, amit csinálunk, tudod, én már meguntam magyarázni ezt a dolgot. Nézd, a most, amilyen életet élünk, amilyen
Itt vannak a pandémia, 1, 2, 3, 10, válság, 1, 2, 3, háború, 1, 2, 3. Olyan életmód, amelyikkel élünk, ezt az eredményt eredményeztünk magunknak. Érted, ugye? Na most, hogyha mi semmit nem változtatjunk, ugyanaz az életmód, akkor milyen lesz az eredmény? Megint ugyanaz? Ha nem? Ezért mondom, mitől lesz más? Mitől lesz? Attól, hogy én csak mondtam, tudod, mondjuk valakinek szenvedést okozok, és ugyanazt csinálom, és utána mondom neked, én azt ajánlom, legyél boldog, és ugyanazt csinálom meg vele, akkor mondhatom én végtelenségszer, hogy legyél boldog, de mindig fájdalmat folytatom, az eredmény megint ugyanaz lesz. Nem, te vagy egy kertész, te nem, te csak képzeld el, te minden évben ültesz, mit ültesz legtöbbet a kertedbe? Mi a zöldséged? Káposztát. Káposztát. Na, káposztából legtöbb. És mondasz, na, ebben az évben lesz több padlizsán. És újra ültesz káposztát. Mitől lesz több padlizsán? Mikor tevékenységedet nem változtattál. Érted? Szóval attól, ez egy ilyen tényleg egy kicsit schizofren dolog, hogy emberek abba elhisznek, hogyha csak mi elmondjuk, hogy boldog új évet, ettől boldog lesz. Hát nem a szavaktól, hanem a tevékenységektől és a tudat állapottól vagyunk. Vagy boldogok, vagy szenvedünk. És hogyha mi életmódos szenvedést eredményeztünk, akkor kimászhatjuk a bőrünkből, éjfél toronyról is kiabálhatjuk boldog új évet, az eredmény nem változik. Nem? Hogyha te mondod, most már padlizsán lesz, de mitől lesz padlizsán, hogyha te mindig káposztát ültesz? Szóval ahhoz, hogy megváltozzon valami nálunk az életünkben, meg kell változtatni először a tudatot, mert a cselekvés, ez a tudatnak, mert tudat meghatározza, én hogyan fogok cselekedni. Szóval először tudatot meg kell változtatni. De mitől megváltozik a tudat, mikor egyre tompább az egész oktatás? Hát az oktatásra, hogy megint mire tanítsánk? Hát csak a fölösleges dolgokra. De az, hogy te lélek vagy, hogy van karma törvény, és hogy a boldog életnek léteznek a törvények, erre nem senki nem tud. De akkor hogy leszel boldog, ha nem tudsz a boldog életnek a törvényeit? De boldog lélet a törvényei, ez lelki törvények, és akkor ezt kell tudni. Szóval először meg kell változtatni a tudatot, és utána megváltozik az eredmény. Hát a tudat és a cselekvés az egybe változni fog általában, és akkor megváltozik az eredmény. És akkor utána, tudod, utána már nem kell mondani boldog új évet. Nem azon múlik, hogy mit mondasz. Ember, hogyha lelkileg rendben van, és ha ő boldog, neki bármit mondhatsz. Boldog új évet, boldogtalan új évet, keresztre feszítesz, akkor is boldog lesz. Jó, köszönjük szépen. Föl szeretném hívni ismét a kedves nézőknek a figyelmét két dologra. Egyrészt, hogyha szeretik Gosztály Maharázsnak ezeket az előadásait, akkor ne maradjanak le a továbbiakról se. Elsősorban a YouTube-on ott van ez a subscribe gomb, amivel föl lehet iratkozni a csatornára. Ezt ajánljuk mindenkinek. Illetve a másik, hogyha szeretnének hozzájárulni ehhez a misszióhoz, és ahhoz, hogy másokhoz is eljusson ez a tudás, akkor adományokkal lehet többek között segíteni, aminek többféle módja van. Ugye, ha már a YouTube-nál tartottunk, akkor ott ugye
Van egyrészt ugye ilyenkor az előadás közben az úgynevezett szupercset, ugye jól mondom, szupercset, illetve van egy másik módja is, aminek most nem jut eszembe a neve. Csatlakozz valami ilyesmi, szponzor, csatlakozz. Igen, csatlakozz, igen. Oroszul úgy mondják, hogy szponzor, a magyarul csatlakozz. Csatlakozz, igen. És a már korábban azt hiszem mutatott e-mail cím, ugye ez a bhagavatam.goswami@gmail.com, hogyha valaki azon szeretne nekünk írni, és ott szeretne megbeszélni az ő segítségnyújtásának a módját, akkor ez is egy nagyon szép mód. Természetesen, ahogy eddig is, könyveket is lehet ezen az e-mail címen úgymond rendelni. És akkor térjünk is vissza a beszélgetésünkhöz. Én azt hiszem, hogy most érkezünk el igazából a legfontosabb pontra. Megbeszéltük, hogy hogy ne csináljuk, és akkor most beszéljük meg, hogy hogy csináljuk. Hogy mi a módszer arra, hogy amit említett korábban, hogy a lelki érzéseket, lelki érzelmeket fölébreszteni, és kikerülni ebből az anyagi körforgásból. Hogyan lehet ezt elérni? Igen. Mielőtt folytatom, amikor így látjátok, hogy ide nézem, csak tudjátok, én itt kapcsolom kamerákat, látjátok ezt a kamerát, ezt a kamerát, ezt a kamerát, de és akkor itt van. Mindjárt visszakapcsolom. Mindjárt magától vissza is kapcsolom, és akkor itt van nálam a kapcsolom, a switcher. Jó? És akkor így csak tudjátok, hogy azért nézem ide, hogy nézem, mit kapcsoljak meg gombot, jó? Oké. Mit kell csinálni? Elsősorban legfontosabb ez Karpánya Dolsa Pahatászva Bába. Megérteni, hogy anyagi módszerekkel nem lehetek boldog. Ez az egyik legfontosabb, hogy ezek a megoldások, ami látom, hogy hát nézzétek meg, a tudomány a legnagyobb agyalnak, hogy hogyan lehet boldog egész világ, legnagyobb akadémiaiak, professzorok, egyetemek, és így tovább. De nem működik. És akkor én elfogadom, hogy igen, ezek a módszerek nem tesznek engem boldoggá, és ezért én szeretnék keresni valamilyen lelki megoldást, lelki utat, és próbálok keresni. Keresni azt a lelki utamat, a lelki tudásomat, lelki vezetőt, aki tud engem vezetni, és ez a legfontosabb. Mi ajánljunk egy utat, lehet mindenki válaszol magának, szabad akarata, mi követjük a bhakti jogát, ami ebbe korszakban a legkönnyebb út, leggyorsabb, ahol fő gyakorlat ez a énekelni Hare Krishna mantrát, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Ez egy transzendentális hangvibráció, mantra meditáció, ami felébreszti embernek a lelki tudatot, és boldogat teszi mindenkit, ugyanakkor megszabadítja minden karmától. Szóval ez a megoldás igazából. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez egy elég nagy felelősség, ugye itt szó szerint az életünknek a lényegéről kell döntést hoznunk. Tehát ez nem egy ilyen könnyelmű dolog, hogy ezt csinálom, azt csinálom. Ez az egyik legfontosabb döntés, amit hozhatunk az életünkben. Igen. Igen, de hát mi már ennyiszor felelőtlen döntöttünk. Ez nagy felelősség, de felelőtlennel álltunk hozzá. Tudod, már volt, mikor állatok születtünk, állati testbe, valamikor születtünk, növényi testbe. Ez amikor mindig, amikor felelőtlenül álltunk hozzá. És amit te mondtál, az igaz. Az életünk, életünk ez...
hogy kik leszünk, és miért legyen az utam, az a mi felelősségünk. Jó mondtál, nem tudjunk senkit hibáztatni, hogy miért ilyen helyzetbe kerültem, mindig gondoljuk, hogy valaki miatt, nem, ez a mi felelősségünk volt. És felelősséggel állni hozzá, ez pont így gondolni, hogy nem úgy éljek, ahogy én csak így gondolom, elképzelte most, amire kedvem van, ami az út elém ugrott, akkor ez az én útom van, ez is egy ilyen felelőtlenség, tudod, van. Jattam mat, tattam pat. Amilyen út van előttem, most találtam, akkor ez az én útom. Nem, ez nem igaz. Meg kell tanulni. A felelős ember, ő nem így csinálja, hanem megtanulja, mik a különbségek az utak között. Mert vannak szimpatikus utak, de nem a szimpátia miatt kell vállalni, vagy választani az utat, hanem meg kell tanulni, hogy mi a különbség, melyik út hova megy, hova vezet, meddig vezet. És mikor én megtanultam, akkor döntök. Hát ugyanúgy, mint valaki, aki akar venni egy telefont, legjobbat. Akkor nem ami a parkolóba fognak zokni árusok adni egy iPhone-t neked. Valaki gondol, na, akkor ez Isten küldött, akkor ez az én telefonom. Nem, ez a sarlatának jöttek téged becsapni. Szimpatikus volt az ára, de nem hiszem, egy jó telefont, egy jó márka és minőségi dolgot a parkolóban neked eladják. Ezért meg kell tanulnunk, mi a különbség az utak között, minőségek, ki az, aki nekem átadja, kitől kell kapni, ki a képviselő, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a felelős. Mert amikor sokszor az érzésem szerint, ez felelőtlenség. Mert a mi érzéseink, itt lehet érezni, hogy ő lesz az én gurum, én úgy érzem. De a te érzés, ez a te karmád. Ezért nem szabad csak az érzéseken függni. Az jó, amikor a tudás szerint ő, és még érzés is megerősíti. Az jó. Az nagyon jó. Jó, hogyha legalább kettő van, de csak érzés, az nem. Szóval ez a felelősség. Megtanulni, keresni, mi a sok-sok út, vagy sok kínálat között, melyik a igazán jó, és azt választom. Szóval akkor igen, akkor én felelősséggel állok hozzá. Köszönöm szépen. Érkeztek szép számban nézői kérdéseink. Lehet, hogy azokat is most akkor föltenném. Igen, igen. Az első Péter kérdése. Az allergiám és asztmám lassan 10 éve keseríti az életemet. Mit lehetne tenni, hogy ez változzon? Általában ilyenkor azt mondjuk, hogy el kell menni orvoshoz. Ez az egyik. Azt tudod, aztán van olyan karma, ami egy pár évre csak szól az életemben, de valamikor egész életére. És akkor már ezzel kell élni. És azért egész életre marad, hogy ne felejtsek el, hogy felelős vagyok, hogy most, hogy mit csináljak, hogy következő életben fogok kapni. Most asztmát kaptam, és ebből nem tanulok meg, hogy most hogyan cselekedjek, következőbe kapok egy rákot, vagy vakon születek, süket némán születek, lába nélkül születek, keze nélkül születek. Szóval így próbáljuk kezelni. Természetesen nem, de hogyha van a lehetőség, kikezeljünk, akkor van a modern orvosok, van ajurvéda orvosok, ez mind jó, próbáljunk, de hogyha mélyebb a karma, akkor ezzel kell élnünk.
arra, hogy emlékezzünk, hogy legyünk felelősek erre az életre. Mert ez még jó, hogy csak aszma, mert sokkal rosszabb lehetne, és hogyha most nem vagyok óvatos, nem tanulok, hogy kell élni, akkor lehet, hogy következő életben aszma plusz valami még rosszabb lesz. Vagy aszma elfogy, vagy csak egy életre szól, mert valamikor aszma tud több életre is szólni nekünk. Szóval az fontos, hogy tanuljunk meg belőle. Próbáljunk megszabadulni, de tanuljunk is belőle. Köszönjük szépen a kérdést is, és a választ is. A következő Anikó kérdése lesz, nagyon érdekes. Bocsánat, lehet rosszul gondolom, de azért én test is vagyok, mert ha például megszúrom a kezem, az hat a lelkemre is, és viszont úgy fogalmaznék, testben élő lélek vagyok. Igen, így van. Ez a probléma. Ez a probléma, amikor a lélek bekerül a testbe, akkor annyira a gusba van kötve, hogy a test is hatása van a lélekre. Igen. Ezért, amikor valaki lelki gyakorlatokat gyakorol, akkor ő, és ez a feladata, hogy kijön ebből a test tudatból. És azok a személyek, akik lelki tudatban vannak, azokra már test nem hat. Mit csinálták? Jézus Krisztussal megverték, keresztre feszítették, de ő nem lett testnek a hatása alatt. Na ez egy éles példa, amikor valaki már lelki tudatban van. És nagyon sok szent ilyen tudatban volt. És ez az eredménye, egyik eredménye, nem a fő eredménye, főeredménye ez a Isten iránti szeretetet felébreszteni, de mellékhatása az lesz, hogy a test nem fog ránk hatni. Nem csak a test és a körülmények, hogy volt a Prahlad Maharaj, Srimad Bhagavatam, a egyik 5000 éves szentírás, ami azt tanúsítja, hogy volt egy kisfiú, aki lelki tudatban van, volt Prahlad Maharaj, és ő neki, neki az apukája irigy volt rá nagyon, mert apukája az utolsó materialista volt, és mindenféle szenvedést próbálta okozni a kisfiúnak, de mivel kisfiú, pszichikai meg fizikai, de mivel kisfiú nem volt ezen a testtudaton, ezért ő nem szenvedett. És ezért nagyon jó kérdés, amit feltettél, mert mikor mi alapba, most, amikor megszülettünk ebbe a testbe, együtt veletek, mi testtudatban vagyunk, és ezért mi szenvedünk. Mi történik a testtel, akkor szenvedünk. De mindenféle jóga gyakorlat, és minden pont erre segít kiemelni a tudatot ebből a mocsárból, a testtudat mocsárából, hogy bármi van a testtel, a lélek nem fog szenvedni tőle. Szóval az jogos most, igenis, test okoz nekünk szenvedést. Ami elején is, hogyha Grantarás emlékeztél, pont erről beszéltem, hogy oda-vissza is hat. Ugye a test is visszahat a tudatra, a lélekre. De ez csak addig, ameddig a testnek gondoljuk magunkat. Köszönjük szépen. Aztán Bélának lesz két kérdése is. Hogyha a földi élet a lelki világ tükörképe, akkor a lelki világban is működnek a karma törvényei? Úgy mondják, pontosabban, hogy az anyagi világ a lelki világnak a torzított tükörképe. Ez azt jelenti, hogy torzított és anti. Anti. Például itt van
Születés, öregedés, betegségek és halál. Ebben a tükröződésben. De az eredeti képen, lelki világban nincsenek születések, öregedések, nincsenek betegségek, nincsen halál. Ebben a világban, mivel nincsen szeretet, ezért karma törvény, mint egy javító intézményként próbál felébreszteni lelkeket, hogy álljanak vissza a szeretet útjára. Más szavakkal lelki útjára, lelki gyakorlatokra. Mivel a lelki világban ott nincsen senki olyan lélek, akinek nem lenne szeretetje, az lelki világban csak azok léphetnek be, lelkek, akiknek már van lelki Isten iránti szeretet. Ezért ott nem szükséges karma törvényre, mert mivel Isten tökéletes, akkor Isten iránti szeretet tökéletes, ezért a lelkek lelki világban tökéletesek. Amikor itt vagyunk, és itt Isten nélküli világot építjünk, akkor itt tökéletlen mindenki. Ezért a karma törvény itt ezt az egyensúlyat rakja össze. Például én csináltam valami rosszat, felbontottam egyensúlyt. Akkor engem meg kell pofozni, hogy visszaállítsam az egyensúlyt. Szóval ez a karma törvény. És a karma törvény csak azokra hat, akik testtudatban vannak. Amikor itt közöttünk valaki lelkileg önmegvalósított lesz, akkor úgy mondják, hogy felszabadult lélek. Már ebbe a testbe már nincsen a karma törvény alatt. Például fogjunk a Szent Ferencet. Ő egy megvalósított lélek volt, ő törvény, karma törvény fölött állt. Ő rá nem működött. A Prahlád Maharács, akinek a példáját mondtam kisfiú, miért nem hatott rá az apukának a tevékenysége, ami szenvedést okozni akarta neki, mert ő már nem volt a karma törvény alatt, a test törvények alatt. És akkor ugyanúgy a Jézus Krisztus, akkor ott van a Srila Prabhupád, aki a mi lelki tanítomesterünk. Szóval a karma törvény a anyagi tudata rendelkező embereket gúzsba köt. Úgy mondják, hogy karma bandana. Bilincsei vagy gúzs. Amennyire tisztább a lélek, annál kevésbé szoros rajta ez a gúzs. És aki lelki tudatban van, az megszabadult a gúzstól, vagy a bilincseitől teljesen. Még akkor is, hogyha közöttünk van, és ugyanabban a testben, amit látható test. Így ezzel a kicsit ilyen nagyobb képet próbáltam adni, hogy értsük, hogy miért a lelki világban nincsen karma törvény. De ebbe a világban van, ugyanúgy, mint mikor például valaki börtönben van, és valaki tud mondani, hát hogyha itt vannak börtönben, börtönőrök, akkor lehet, hogy anyagi, akkor a börtönön kívül is állandóan börtönőrök engem figyelni fognak. Nem. Más lesz, ugyanúgy más, hogy működik anyagi és lelki világ. Köszönjük szépen. Aztán Bélának van egy másik kérdése, hogy van valahol információ a védikus irodalomban, hogy miért teremtette a teremtő ezt az anyagi világot? Persze van információ, hogy ne lenne információ. Srimad Bhagavatamban másféle szentírásokban van.
Hát a lélek, ő szabad akarattal rendelkezik, és az a lélek, aki elfordult Istentől, ugye a saját szabad akaratát használta arra, hogy én most független akarok lenni Istentől, és akkor én akarok lenni Isten, hát lelki világból jön, nem lehet megcsinálni, nincs rá lehetőség. Ezért olyan lelkeknek megvan a, ki van, meg van teremtetve egy másik helység, ez az anyagi világ. És ezek a lelkek jöttek, jönnek ebbe az anyagi világba, és itt próbálnak elfelejteni Istent, és élvezni a világot Isten nélkül, plázából, meg a Ocean Tesco-ból élvezni a világot. Ezek a templomok, ugye a plázák, ez most a fő, úgy néz ki, olyan szépen ki vannak építve a plázák, hogy ilyen palóták. Mint egy, ezek a templomok igazából, ott imádatot végeznek a lelkek. Szóval ezért van teremtő a világ, mert Isten teljesíti a vágyat. Van neked vágyat Istenre válni, tessék anyagi világ, és próbálkozhatsz, mert itt el tudsz felejteni Istent. A lelki világban nem tudsz elfelejteni. De itt igen, és ezért itt el van felejtve. Még akkor is, hogyha mindenki mondja, hogy én vallásos vagyok, az csak egy szöveg. De él mindenki, mint egy Isten. Mert én vagyok a legokosabb, nekem vannak a jogaim, és egyre nagyobb a jogai vannak mindenkinek. Ez mind mutatja, hogy Istennek. Mivel mindig kudarc, amikor lélek ide jött, akkor hogy ő Isten lesz, abban a pillanatban már kudarc, és valahogy próbál, akkor már próbál jogukat, jogaim vannak, erre jogaim vannak, arra, meg így, és a személyes jog sértés, és nehogy felhasználja az én fényképemet, a jogaim sértés, hogyha lefényképeztél engem is, kiröksz a Facebookra, jog sértés, és mert én Isten vagyok, én érintetlen vagyok. Itt mindenki erre gondol magáról, addig is fog mindenki csak szenvedni. Szóval ezért van ez a világ. Mindenki legokosabb, ugye? Csak hogy legyünk most őszintén. Általában mi két típusú vagyunk ebbe a világba. Én vagyok legokosabb, legszebb, leg, a hős. Ez az egy típusú emberek. Isten vagyok. A mások, a másféle emberek kategória, hogy áldozat vagyok. Engem mindenki bánt, engem a jók sértőek, blablabla, bububú, és akkor így tovább. És nincs harmadik kategória. Először jövök, hogy Isten legyek, hős vagyok, utána, amikor jön valaki nálam, erősebb, okosabb, gazdagabb és elnyomja, akkor áldozatra válok, és akkor ennyi. Ez a kettő. Unalmas. Ez a világ. Nagyon. Jó? Szóval ez a válasz volt a Bélának a kérdésre, hogy miért teremtette valaki, vagy Isten ezt a világot. Erre, hogy ide jöjjünk, és unalmas életet éljünk. És olyan dolgokat csináljunk, ami lehetetlen, mert Isten sose leszünk, mert Isten öröki egy is ugyanaz marad, de ebbe a világban ez, amikor gólt rúgtunk magunknak a kapuba, vagy oroszok úgy mondják, saját lába lőtünk, mikor jöttünk ebbe a világba. Hát igen. Na nézzük is a következő kérdést, most nagyon aktívak a kedves nézők, ez jó. No, Gyöngyi kérdezi, hogy röviden meg tudnál fogalmazni, hogy mi az antianyag? Igen, hát van többféle megközelítés. A tudósoknak is van egy olyan elképzelésen van antianyag, de ez mi mindig materialista szemszög. Hogyha mi most nézünk a lelki szemszögből, a védikus írások, hogy anyag és antianyag. Hogyha ez így fogalmazunk, akkor
ami ellentétes, anti. Például, hogyha itt van szenvedés, akkor az anti anyagban nincs szenvedés. Ugye, lelki világban. Mert a lelki világ ez az anti anyag. Mert itt van ádi anta, itt van eleje és a vége, igen, akkor a lelki világban nincsen eleje és a vége. Ez az anti. Hogyha itt van megint öregedés, születés, öregedés, betegség, halál, de anti anyagban ez nincsen. Ott örökké létezés van. Mert lélek, nagyete, nem riete, vakadacsin. Sose, a lélek sose született. A lélek szemszögből nincs is olyan fogalmazás. Most mivel mi a test tudat hatás alatt van, mi most nem is tudjuk ezt felismerni, vagy felismerni, vagy elképzelni se tudjunk, hogy mit jelent, hogy nem születtünk. Hát miért? Mert mit csinál anyag? Az anyag a léleknek a tudatot korlátozza. Most mi korlátozottak vagyunk, születés, halál. Ezek a korlátjaik. De az anti-anyag fogalmazás, az korlátozóink kívül van. Értitek? Ezért hiába én fogok most nagyon mondani, mi az az anti-anyag, de mi mindig keretek belül tudjunk gondolkodni. Mert nekünk már nem fér be, már megérteni, mi az, ami kereten kívül nem fér be, anti-anyag. Például nagyajate, vagy lélek sose született, nem riete, sose hal meg. Mi ezt nem értjük. Nem baj. Egyik feladatunk van, hogy fogadjunk el. Most csak el kell fogadjunk. Ugyanúgy, amikor mi valahol megyünk, és megkérdezünk, mondjuk én megérkeztem, melyik várost nem ismerem, mert Magyarországon sok várost ismerem, mondjuk Veszprém, azt annyira nem ismerem. Megkérdezem, hol van itt a belváros. És valaki mondja, arra, menj erre, ebbe az utcába, és oda kivezeti. Akkor én csak elfogadom először, mert ő tudja, ő itt lakik. És elfogadom csak, de még nekem nincs tapasztalatom arról, hogy ott arra van a belváros. De elfogadom, és elmegyek. Ugyanúgy nekünk most nincs tapasztalat, ami tudat, testtudaton kívül, hogy mi a lélek, hogy nem született, nem hal meg sose, de csak akkor fogadjunk el, mert amikor elkezdünk gyakorolni, akkor lesz tapasztalat. Szóval így az anti-anyag, ez a lelki anyag. Lelki, nem is anyag, ez a lelki, ez a lélek, és ez azt jelenti, ahol itt van szenvedés, például, még egy kicsit mutatom. Itt van kettőség. Dvandva mohita. Ebben a világban van kettőség. De az antianyagban, anyagi a lelki világban nincsen kettőség. Például. Itt van, mi az a kettőség? Szukha, dukha. Szukha az azt jelenti, hogy boldogság, dukha az azt jelenti, hogy boldogtalanság. Itt nem lehet máshogy. Itt általában mindig, hogyha ma boldog vagy, garantált. Nem kell asztrológus, nem kell jóslat, én mondom. Ma boldog vagy, garantált, valamikor boldogtalan leszel. Mert így működik ez a világ. Itt van mindig egy plusz-minusz pozitív-negatív kettőség. Ez egy garancia. Ez így működik, ez a törvény, és itt lehet mondani, hogy nem hiszek, hiszek. Ez ugyanúgy, mint a gravitáció törvény. Itt ez a törvény, hogy itt van ez a gravitáció, és hiába valaki nem hisz, akkor ugor ki a 10. emeletből, mert meggyőződsz. Ugye? Szóval szukha-dukha. Ez a kettőség itt van. A lelki világban nincs kettőség, ott van ananda. Az ananda szónak nincs is. Ananda ez a boldogságot jelenti. Anyagi világban szukha-dukha, anyagi elégedettség, boldogság és szenvedés. Lelki világban ananda. És nincsen ellen szó, mint a szukha-dukha, boldogság, boldogtalanság anyagi világban van, de lelki világban nincs rá ellenmondás szó.
Szóval ez a itt a különbségek a kettő között, anyag és antianyag között, hogy az anyag ez egy ideiglenes helyzet mindig, itt minden mindig változik, hogyha mielőtt volt mondjuk a válság, nem volt olyan rossz a gazdasági rendszer, akkor jön a válság, akkor nagyon nagy baj lesz, akkor nagy baj után újra jön a jó dolog. Ez biztos. Ezért például persze nem tudjuk most a válság melyik szinten vagyunk, de mikor elérjünk a legalját, az nem tudom, az mikor lesz, de egyszer elérjünk az alját, akkor utána csak fölfele fogunk menni. Ezért itt megijedni ettől a világtól nincs is mi, mert mindig ugyanúgy működik. Föl, le, fönt, lent. Nem? Mi is szoktunk úgy mondani, hogy vagy? Szó, egyszer fönt, egyszer lent. Na ez tipikus, tökéletes válasz. Ezért szukha, dukha. Boldogság, boldogság. De anyagi világ, de lelki világban stabil. Ott nincsen változás. Ott nincsen válság, mivel a szeretet, ez egy harmónia, tökéletes helyzet a léleknek, akkor annak nincsen gyűlölet. Ez, mivel itt lehet szeretet, gyűlölet, ott nem. Ott csak szeretet van. Az az anti. Ellentétes ennek az anyagi világnak. De igazából az az eredeti, ez egy torzított tükrözés. Hát igen. Köszönjük. A következő kérdés, még nagyon-nagyon sok kérdés van. Nagyon köszönjük. Juhász Boldog új évet mindenkinek. Sándornék kérdezni, szeretné megtudni, hogy mitől függ, hogy hány évig vagyunk egy adott testben? Hát a halálig. Attól függ, hogy mikor meghalok. Addig vagyunk. De amúgy az élet hossz, ez megint, hogyha megnézünk, amikor mi élünk életet, akkor a mi életünk általában kevert cselekvésekből áll. Mi keverjünk jó cselekvés a rossz cselekvésekkel. És ezért a karma, ez a test, amikor mi megszületünk, kevert karmával rendelkezik. És ezbe keveredésbe beletartoznak kategóriák. Élet hossz, ugye amikor mi megszületünk, már megvan pillanat, év és a pillanat, mikor már megszűnik a testnek a létezése. Ez már amennyire jámborabb, annál hosszabb az élet. Akkor a szépség, hogy mennyivel szép vagyok, vagy csúnyább vagyok, minél jámborabb voltam, annál szebb vagyok. Gazdag vagyok, vagy szegény? Gazdagság, ez is a jó karma. Ha jó karmát csináltam, akkor gazdag leszek. Az egészség, ez is a gazdagsághoz tartozik, a jámbor. Ha jámbor voltam, önzetlen és jó életet éltem, nem ettem húst, nem voltam kábítószeres, nem fogyasztottam alkoholt, másokat nem bántottam, nem csaptam be, blablabla, akkor egészséges leszek. És amennyi ezt nem csináltam jól, annyival kevesebb egészségem lesz, kevesebb szépségem lesz, kevesebb gazdagságom lesz, és rövidebb az élet lesz. Plusz mostani élet. Hogyha én ebben az életben túl sokat stresszelek, rövidítem az életemet, túl dühös vagyok, túl félek, valami túlzásba csinálok, túl sokat. Túl terhelem magamat fizikailag, pszichikailag, vagy túl nem egészségtelen élet élek, káros, szenvedélyes fogyasztás dolgokat fogyasztom. Ez minden. Még olyan is van, hogy lehet, hogy nekem most 100 évig élhetnék, de hogyha én milyen bűnös cselekvéseket végzek, az mind már most rövidíti az életet. Szóval úgy van, hogy nekem
megvan a csúcs, mondjuk 100 élet, 100 év, de az én életmódom lehet csak 60-ig fogok megélni. Nem, de hogyha én rendesen élek, akkor megélem ezek a 100 évig. Ugye sokszor azt mondják, hát az én nagyapám dohányzott, ívott bort, és 100 évig élt. Jó, de lehet, ha 150 évig kellett élnie, de ezzel csak rövidítette a saját életét. Szóval ez az élethoz, az a mód cselekvésnek az eredménye. Köszönjük szépen. Akkor a következő. Anikó, akinek volt az a fölvetés, hogy a testben lakó lelkek vagyunk akkor igazából, köszöni szépen a tanítást, már nagyon régóta kereste az igazságot, és reméli, hogy ezzel a tanulással közelebb került most hozzá. Illetve van egy második kérdése, hogy kedves Bhakti Pád Goszvámi, te már nem szenvedsz a test miatt? Na majd, mikor nagy betegségeim lesznek, majd kiderül. Meglátjuk. Hát, idő megmutatja. Most még nincsenek nagy problémáim, ezért most nem tudok mondani. Igen. De most, hogyha nem rólam beszéljünk, hanem beszéljünk erről azokról a lélekről, lelkekről, akik megvalósított személyek. És nincsenek testtudatban, akik nem szenvednek a test miatt. Egyik fontos dolog, hogy nem azt jelent, hogy nem éreznek, hogy például nekik mondjuk eltöri a kezét, akkor nem érez. Ő érez, ugyanúgy érez, mert ő irányítja, használja ezt a testet, de nem szenved tőle. Mivel nem azonosítja magát a testével. Szóval az nem olyan, hogy akkor tudod, nincsen benne idegek, és eltörhez, vághat a kezét, nem érzi. Ez nem, más nem is tudja használni akkor a testét. Szóval érez, de nem zavar. Megy tovább, és csinálja csinálni valót. Így működik. Szóval például a Jézust fogjuk. Az nem jelenti, hogy nem érezte, de nem zavarta meg egyáltalán, mert tudta, hogy nem vagyok ez a test. Én egy Isten fia vagyok, én küldetéssel jöttem, és elfogadtam a Mária anyukámtól ezt a testet, ami a Szentlélek, hogy mondjunk, nemzette. De még mindig anyagi elemekből állt, és éreztem, mikor verték, csak nem azonosította. Egy példát mondanék erről. Vannak olyan sofőrök, akik annyira félnek az autó fölött, hogy valaki közel megy az autó, mert neki fáj. Mert annyira, és amikor megkarcolja az autót valamikor, valahol, akkor kész. Azonosítja magát az autóval. Vagy valaki neki ment a piros, akkor nekem mentél. Nem a kocsimnak, hanem te nekem mentél. És vannak olyan sofőrök, akik valami történt a kocsival, jó, ha nem baj. Hát erre van egy vasdarab, majd megjavítjuk, megyünk tovább. Azok, akik nem annyira azonosítják a kocsival magukat, akkor nekik annyira nem fáj. Ők is látják, jó, hát történt valami kocsival. Ugyanúgy a lélekkel, hogyha mi érzünk, de olyan, mikor jó, mint egy gép, autót megkarcolt, jó, hát menjünk tovább. Ugyanúgy történt valami testtel, nem baj, nem változott a tudatom. De mikor test tudatban vagyok, akkor valami történt a testtel, akkor összezuhontam én is a tudatommal. Szóval ez egy kicsit akartam tisztázni. Jó? A halál pillanatban az gyorsan kiderül. Mert aki testtudatban van, akkor nagyon fél a haláltól. Halál pillanatban. De az, aki lelki tudatban van,
ez neki ugyan, amit átöltözni. Szóval egyáltalán nem zaklatja az, hogy most ő milyen, vagy most meghalatást, vagy élatást, neki mindegy. Ő csak átöltözik egy új testbe. Zoltánné a következő kérdés, hogy Hari Krishna kérdezni szeretném, akkor most büntetésből születünk ide, vagy tapasztalni és fejlődni? Így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni, hogyha bántattunk másokat, szenvedést okoztunk másoknak, és most mi szenvedjünk, akkor büntetés. Hogyha keresünk az életünknek az értelmét, miért születem, miért van ez az egész világ, mi az értelme, ott vannak az én nagyapám, nagymamám, születtek, voltak családjuk, házuk, meghaltak, akkor rám is vár ugyanilyen forgatókönyv, annak mi az értelme, hogyha így keresek, és ki vagyok én, és van-e élet élet után, hogyha így élek az életemet, akkor azért születem, hogy fejlődjek. Szóval lehet fejlődni, születni, lehet születni, hogy büntetést is szenvedjünk. Köszönjük szépen, aztán Anikónak van egy következő kérdése is, hogy a lelki világban mindenki egyforma ezek szerint? Mert a kereszténységben, ha jól tudom, az van, hogy érdem szerint vannak közel vagy távol a lelkek. Lelki világban nincsen első, és nincsen utolsó. Ott mindenki tökéletes, mindenki első. Ott mindenki legjobb helyzetben van, legtökéletesebb helyzetében van saját magával, és akkor ezért az az anyagi élet, tudod, amikor valaki gondolja, hogy én valaki valahol vagyok, valamiért vagyok, valakinél jobban, valakinél rosszabb vagyok, ez ilyen csak az anyagi lelki világban, ilyen nem létezik, tudod? Szóval a lelki világban mindenki tökéletes, és mindenki legjobb helyzetben van, és nagyon-nagyon boldog, mert ott van a szeretet hiba nélkül, igazából. Köszönjük szépen, és még mindig vannak kérdéseink. Nagyon-nagyon jó, köszönjük szépen. Roland azt kérdezi, hogy a lelki életünk hatással van az egészségünkre. Igen, lelki életünknek van hatása az egészségünknek, természetesen. Amikor valaki lelki életet él, akkor harmóniában lesz az ő testje. Harmóniában lesz az egészsége. Akkor szóval a lelki életű ember a leghosszabb életet tud élni, még úgy is, hogyha a karma már lejárt. De még szüksége van, hogy fejlődjen, akkor Isten tud adni neki még egy kis időt, hogy még ilyen tovább. Ott már a lelki törvények tudnak uralkodni a testén, amikor valaki lelki életet él. Köszönjük szépen! Jánosnak a következő kérdése. Hogyan értsük meg azt, hogy van növekedés, amikor minden az eredetében változatlan? Na csak még egyszer. Hát, hogyan értsük meg azt, hogy van növekedés, idézőjelbe tette, amikor minden az eredetében változatlan? Növekedés miben? Ezt nem értem. Kontextust azt nem, nem ír. Hát lehet, hogyha itt van velünk, akkor kérjük meg, hogy kicsit fejtse ki nekünk ezt a kérdést. Igen, igen. Mert hogyha azt például, én szerintem én értem, hogy inkább írja, hogy jó értetem a kérdésedet, hogy hogy lehet növekedés,
ebben a világban, nő, a lelki világban nincs növekedés. Fordítva van. Ebben a világban nincs növekedés. Itt van csak ismétlés. Itt minden ismétlődik. Még a történelem is ismétlődik, létezés ismétlődik, és a napok is ismétlődnek, ünnepek és új évek ismétlődnek. Lelki világban pedig van dinamikája. Ott a szeretet, ami növekszik végtelenségig. Ott van egy dinamika. Itt mostani létezésünk, az univerzumunk, ahol vagyunk, itt nem növekvés van, hanem degradálás. Fordítva működik. Ha a lelki világban növekszik szeretet, itt degradál minden. Ugye az univerzum, amiben élünk, annak van eleje, és lesz, és van vége. És eleje és a vége között van sokszor újraindítás. Sokszor van részleges pusztulás. 100, 360, és egyszer, na számoljunk ki egy kicsit. Tudsz számolni, Grand Tarás? Akkor csináljunk úgy, hogy 1000. Igen. Ezer, ez egy nap. Igen. És akkor 360, 1360-ra, és ez 100-ra. Hát egy körülbelül matek. Az mennyi? Az nagyon sok. Ennyi részleges pusztítás van. Kicsit... 36 millió. Igen, mert ez nem millió, ez kicsit több, ez milliárdok. De lehet, hogy mindegy az. 6-0 van. Ja, akkor... jó, akkor szóval ennyiszor részleges pusztulás van, utána van teljes pusztulás, de lényeg, hogy egyik, például egyik egy ilyen részleges pusztulásig van 4 korszak. Ugye van a Szátya Juga, amikor a mind kezdete, utána van Treta Juga, utána van Vapara Juga, utána van Kali Juga. Mi most Kali Jugában élünk, és a Kali Juga után megint van pusztulás, utána újra. Szóval itt semmi, ahogy én már előadás elején is beszéltünk, hogy itt semmi új nincs. Itt unalmas, itt minden csak ismétlődik. Egymás után, egymás után. Itt mindig kell megszületni, és mindig kell meghalni. És mindig kell öreg lenni, és hogyha odáig megélünk, hogy öreg korban vagyunk, de az biztos, hogy garantál, hogy lesz, betegsége garantáltak, meghalni garantált, aki, ezt mondja Bhagavad Gita, aki megszületik, mindenféleképpen meg fog halni, aki meghalt, mindenféleképpen újra fog születni. Semmi növekvés nincs. A növekvés lehet csak azokban különálló lelkeknek, akik kezdenek megunni ezt az egészet, és akarnak tudni többet, hogy csak ez a forgatókönyv van, vagy mi többet vagyunk, mint ez a test, hogy meghalni és megszületni, hogy van-e Isten, van-e más valami élet, más cselekvés, más világ, másféle gyakorlatok, tudok-e boldog is lenni, vagy ítélve vagyok megszületni, meghalni, öregedni, beteg lenni. Szóval azok tudnak utána növekvésbe menni, lelki növekvésbe, igen, de átlagban az egész világ csak egy forgatókönyv alapján körforgásba működik, ami nagyon híres szó van erre, szamszára. Szamszára ez a körforgás ebbe a világba. Szóval itt növekvés nincs. Degradálás van. Köszönjük szépen. Akkor nézzük Anikó kérdését, hogy akkor, ha valaki lelki tudatban él, rá már nem hat a kettősség? Köszönjük szépen a választ, olyan sokat kérdezett, és nagyon hálás érte. Így van.
A kettőség ez csak addig van, ameddig mi vagyunk veletek anyagi tudatban, testtudatban. Akkor dvandva, akkor kettőség tőszem vagyunk. Rágadvesa, szukha, dukha, sita, usna. Ugye ezek a kettőségek. Amikor csak lelki tudatba kerültem, ebben a pillanatban stabilizálódik a boldogságom. Mert a boldogság, van nekünk több előadás erről, hogy a boldogság ez nem attól, hogy most melyik plázába vásárolok, és van-e olyan bankkártyám, hogy korlátlanul lehet költeni, vagy nem tudom mi, vagy engem sokat most, mondjuk én vagyok a sztár, és engem mindenki szeret, imádnak engem, visítanak, remegnek, sírnak, mikor meglátják, mikor megjelennek a színpadon. Nem ez a boldogság. A boldogság, ez tudatállapot. Ez úgy hívják, hogy ananda. Szóval ez egy tudatszint, amikor én lelki szeretettel rendelkezek, ez az ananda szint. És ilyenkor én boldog vagyok. Mindegy, mi van körülöttem. Válság jobbra, válság balra, működik a testem, nem működik a testem. Háború van, háború nincs. Engem nem befolyásolja, mert ezek a kettőségek. De én, nem, de én fölötte vagyok. Miért? Mert ilyen tudatban vagyok. Ananda. Ez a tudatszint. Amikor van szeretet, akkor ez a tudatszint. Ez fölött áll az anyagi kettőségnek. Köszönjük szépen, és még most is van még egy új kérdés, most érkezett Rolandtól, hogy van lehetőségünk a sorsunkat megváltoztatni? Természetes. Mi mindig változtassunk a sorsunkat, mindig. Mi minden pillanatban változtatjuk a sorsunkat, csak a kérdés, hogy melyik irányba? Jó vagy rossz irányba? Minden egy döntéssel én változtatom a sorsomat. Reakciómmal. Hogyha én negatívan reagáltam, akkor újat raktam az új sorsomhoz, negatív dolgot. Hogyha megtanultam a szeretettel pozitívan reagálni, akkor hozzáírtam a sorsokba a változást pozitív. Nagyon egyszerű. Hogyha hálás vagyok, ez a minimális, itt kezdődik a jó sorsírás. Hálás lenni mindenkinek. Istennek. Ezzel már írok egy másik sorsot. Hogyha akarok drasztikusan megváltoztatni a sorsomat, Aprarada palampapam kuttam bidzsa palon mukham krámi nájva pralieta Vishnu bhakti ratatmanam. Hogyha én elkezdek szolgálni Istent, akkor teljes mértékben azonnal változtatom minden sorsomat. Miért? Mert Isten a karma törvény fölött áll, és amikor én Istent szolgálok, akkor ez a cselekvés a lelki cselekvésnek számít, és a lelki cselekvés rögtön írja át, nullázza az egész negatív karmát, elégeti a karmát, és változtatja a karmát. Szóval ez a legerősebb sorsváltoztatás. Köszönjük szépen! Hát a nézőinknek is, mert már nagyon régen nem volt ennyi kérdés, és... Igen, nagyon-nagyon kedvesek, hogy kérdeztek. Gyöngyi! Szokott Haré Krisna. Jól van. Majd még ránézünk, hogy hát esetleg valaki még írt. Egyelőre én megköszönném a válaszokat, és jövő héten... Hasonló időpontban. A hányadika van jövő héten? Mindjárt mondom, hogy hányadika lesz jövő héten. 18-a. Hát csak 18-a. 15-én szombathelyen van, azt tudom. Jó, írjunk akkor 18-ára, jó? Következő. Rendben.
következő programunkat. Rendben. Akkor nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. És akkor jövő héten folytatjuk majd. Igen, jövő héten folytatjuk. És akkor... Oké. Akkor, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokat voltatok velünk, és ilyen kedvesen válaszolt kérdeztétek. Nagyon jó. És igen, hát boldog új évet kívánok minden kedves barátunknak, követünknek és nézőnknek. Még van egy kérdés? Nézd csak, még van egy kérdés. Nézzünk csak. Megtaláltál? Igen. A lelki világban fogunk találkozni az eltávozott szeretteinkkel? Kérdezi Eszter. Hát, lehet. Olyan is lehet, hogy fogunk, olyan is lehet, hogy nem fogunk. De ugyanakkor, hogyha fogunk, akkor lehet, hogy nem fogunk őket megismerni. Olyan is tud lenni, tudod? Szóval többféle dolog tud lenni ezzel kapcsolatban. Na mindjárt itt közben betelefonáltak, mi leraktunk, bocsi. Jó, igen, szóval tudjunk találkozni, de tudjuk nem találkozni. Rendben. Na, még egy kérdés van. De jó. Jó, addig én itt valamit akarok kikeresni, ide kirakni nekünk. Jó, te addig, igen, olvas fel, Lici. Anikó kérdezi, hogy lelki gyakorlatokat végezhet-e másokért, tehát mások érdekében. Igen, lehet, természetesen. Lehet, de... hogy mondjunk... ez egy jó dolog, mikor másokért, de ne felejtsünk el magunkért is, tudod? Ez egy nagyon fontos. Mert hogyha mi másokat megbentsünk, ami nagyon dicsőséges, de magunkat nem próbálunk segíteni, akkor még fogunk kimaradni a dolgokból. Ezért úgy az a tudat, az igazságos, az mindig úgy, hogyha én másokért is, de magamért is. És tudod, a jó ember, ő mindig másokért fog imádkozni. Ez nagyon jó, nagyon helyes. Én csak ezt bátorítanék. Mert ez a szép dolog. Ja, itt vagyok. Eltűntem egy kicsit. Jó? No, hát, nem tudom, hogy merjek-e elköszönni, vagy még valaki ír, de... Van mi kérdés? Nincs. Itt nálunk azt mondjuk nincsen. Jó. De majd mi figyeljünk is, hogyha kimaradt, akkor úgyis gyűjtsünk a kérdéseket, mert tudod, valamikor újra csinálunk kérdés, hogy hívják, válasz. Ja. Igen. Jó, akkor talán annyi, hogy még mielőtt elbúcsúznánk, ismét föl lehetne talán hívni a figyelmet, amit már említettünk. Még van egy kérdés, nézd csak utána. Nézd meg. Látsz-e? Még nem. De hol van nekünk? Facebook vagy a YouTube? Hol a kérdés? Hol? De már érkezik. Érkezik? Te látod már? Aha. Igen. Nincs avatásom, maha mantra mehet? Ettől kérdezi Kongói Csimpi. Hogyha nincs avatásod, akkor természetesen
Maha mantra mehet. A maha mantra, ez olyan csodálatos mantra, hogy mindig lehet bármilyen dalamra, bármilyen csak mondani lehet, vagy énekelni lehet, bármikor, reggel, délben, este. Ez igazából nagyon jó kérdés, hogy ezt feltettél. Hogyha fogsz szépen csinálni, fogsz szépen énekelni, vagy vibrálni, vagy ismételni, vagy mantrázni, akkor majd fogsz találni lelki tanítómesteredet. Mert ahhoz, hogy egy idő múlva, ahhoz, hogy megnyíljon a szívünkbe a maha mantra, akkor ő fog hozzád vinni, téged vinni lelki tanítómesterhez, aki majd fog adni avatást, és utána tovább fogsz lépni. Szóval ez jó dolog. Mind mindenkinek javasoljuk. Minden hamarabb kezdeni. Vibrálni, és énekelni. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Ez a transzendentális hangvibráció. Akkor van még kérdés? Hát én már nem merek mit mondani. Nézd meg a YouTube-on, hogy van-e ott. Igen. De közben addig azért mondom, hogy a... Közben mondjál, a mondókádat. Azt ne felejtsük el javasolni, hiszen ugye hamarosan indul ez a rendkívüli képzés online, bárki számára elérhető módon, és... ennek ugye van egy linkje, amit kommentben már mutattunk. Ott igen, kommentben link a Bhakta programról van, ugye? Van egy e-mail címünk, ahol... E-mail erre... cím, ezt ide kirakom, mindjárt, írni. És közben érkezett még egy kérdés. Még Eszter. Egy kérdés, Esztertől. Mitől, hogy találkozunk-e a szeretteinkkel, vagy sem? A lelki világba gondolom, ugye? Igen. Folytatáson. Az előző kérdéshez. Én azt mondanék, hogy az annyian ne aggódjunk ezért, hogy találkozzak vagy se, előbb jövünk, jössünk oda. Ez nagyobb feladat, mint azzal foglalkozni, hogy találkozzunk vagy se. Jössünk oda, és akkor minden oké lesz, mert ha találkozunk, akkor tökéletes, hogyha nem találkozunk, akkor is tökéletes. De nekik is kell oda jutni. Hát ahhoz, hogy találkozunk, először mi garantáljuk magunknak, hogy mi oda jussunk, aztán utána ők is jussanak. Mert hogyha mi oda jussunk, ők még nem, akkor biztos nem találkozunk. Akkor jussunk, mi jussanak, ő, aztán utána majd meglátjunk, de ott nem fog minket semmi elkeseredni, mert hogy ők is jöttek oda, mi is oda jöttek, már boldogok mindenkik. Aztán ez már csak egy részleg dolog, hogy találkozunk, de hogyha találkozunk, lehet, hogy nem fogunk megismerni egymást, olyan is tud lenni. Lehet, hogy találkozunk, csak nem ismertünk fel. Jó? Köszönjük szépen! Hát akkor, amennyiben nincs más nézői kérdés, akkor meg szeretném köszönni mindenkinek a figyelmét, és önnek pedig a válaszokat, hogy ismét segített bennünket egy kicsit igazodni itt a anyagi világból a lelki világ fele vezető úton. Jó, mi is köszönjük szépen, és akkor további szép estét kívánunk, egy hét múlva folytatjuk a programot. Köszönjük szépen, Hare Krishna. Szépen.